Hello mindenkinek, Lac vagyok, és üdvözlök mindenkit újra a Flying City Heroes szerverén. Ebben a részben a 4 totem küldetést szeretném megcsinálni, remélem sikerül, állítólag nem olyan nehéz, szóval könnyű felszerelést viszek magammal, nem is a legerősebb kardot, viszek magammal egy íjat a biztonság kedvéért, és most kivételes alkalom nem az előző részben, vagyis hát amikor megöltem Trizardot, nem akkor olvastam fel a könyvet, mivel hogy ezt elfelejtettem, meg Trizardot is előbb öltem meg, mint hogy a videót felvegyem, és akkor elfelejtettem. Szóval most fogom nektek felolvasni ezt a könyvet, remélem nem bánjátok. Az előző videóban ugye mellékküldetéseket csináltam a második faluba, tegnap újabbakat csináltam, de azt nem vettem fel, sajnos, bocsi. Kicsit unatkoztam, és hát úgy gondoltam, hogy megcsinálom azokat a mellékküldetéseket. És akkor most könyvolvasás, 4 totem. Következő főküldetés. A küldetést Hannál tudod felvenni. Feladat. Üdvözlégy bátor hős Dashville falujában. Igen, Dashville a második falu. Borzasztó dolgok folynak nálunk. A gonoszok összeesküdtek ellenünk. Sok hozzád hasonló próbált már itt rendet tenni, de mind meghalt. Oké. Menj el a sötét erdőbe és keresd meg a 4 totemet. Ha sorban megérinted őket, kapsz egy könyvet, amiben egy fontos recept van. Azt vidd el Samnek és add neki. Oké. Lássuk akkor. Han. Nagy valószínűséggel itt lesz. Igen, rövid a neved. Na, itt vagyunk Hannál. Menj el a sötét erdőbe és érintsd meg a 4 totemet. Majd vidd el a könyvet Samnek. Yes. Oké. És akkor lássuk. 4 totem. 4 totem. A sötét erdő. Feladatot keresd meg. Ezen a területen a 4 totem oszlopot, és érintsd meg, üsd meg egyszer az alsó redstone-t. A totemek számozva vannak, sorban kell megérinteni először az első, majd a második, és így tovább. Ha sikerült, akkor kapsz egy könyvet, amit el kell vinned Samnek a faluban. Hello. Instant ajándék. Szóval. Samnek a faluban, vigyázz, mert itt sok erős szörny van, és mind a véredre szomjazik. Köszi. Biztató. Oké, megiszunk egy erőitalt, meg egy tűzállóság italt, remélem nem 8 percig fogok én itt kovályogni, meg egy sima aranyalmát, amit én termesztettem, szóval bio, nesze neked. És amit kaptam az egyik videóban be is mutattam, kaptam kardot, egy ilyen köszönetkard nevű cuccot. Azt használom most, mivel hogy az nem annyira erős, mint a bovmentársa, a boyver. Egészsége, meg a Dashville Szent kardja, amit kaptam. Szóval most, ja. Szóval első totem. Reméljük nem lesz olyan hosszú, mert hát, ja. Én itt kovájgok, mint nem tudom mi a levegőbe. Nem mondok rosszat. Ott egy totem, vagy csak világít a víz, passz. Itt egy zombi, ott egy totem, látom. Itt egy zombi vezér, szevasz. Valami még ütöget. Villám, nesze neked. Na szóval, ez hányadik totem? Első totem, de jó vagyok. Ez az, megvan az első, keresjük a másodikat. Óramutató járásával megegyezően próbálom megkeresni őket, elvileg úgy vannak, bárki tudja. Ja, igen, titkos helyről annyit. Még mindig nem szabad elárulni. Aki elárulja, az legalább 2 napos mútot kap, esetleg jailt. Legrosszabb esetben bant. Már egy csomószor előfordult, hogy az adminok mútot adtak annak, aki el akarta árulni a titkos helyet. És hát sajnos ehhez tartanunk kell magunkat, mivel hogy eléggé jó kis játék, nem akarjuk azt, hogy... Ja, hogy te egy őrző vagy, nem is egy zombi vezér, hopsz. Nem akarjuk azt, hogy tiltsanak minket ettől a játéktól, a második totem. Oké, hol a harmadik? Szóval... Ja, most már értem, a zombi vezérek az őrzők, szóval a zombi vezér... Zombi vezéreket kell keresnem. Oké. Na lássuk, szigetecskén nincs semmi. Locspocs. Ó, megvan a harmadik totem, és itt az őrzőnk is. Szevasz. Ja.
Oké, sikeresen belém csapott a villám. És most jön a negyedik, szerencsére. Túl közel mentem a őrzőhöz sajnos, és ahogy meghalt, a villám belém csapott. Ezt nem tudom, hogyan sikerült megcsinálni, de hát üsse kavics. Ha ez a küldetés része, akkor ez a küldetés része. Én meg beleestem egy lyukba. Oké, nem. Itt lesz valahol a negyedik is, ha jól tudom. Lényeg, hogy a cuccaim megvannak. Yep. Ugyan most sima aranyalmát hoztam magammal, de ez is jó. Igaz, nem, nincs annyi plusz képessége, mint a enchantos aranyalmának, de hát ez van. Yeah, mi ez? Gratulálok, megszerezted a varázskönyvet, most menj vissza a faluba és add a könyvet Samnek. Melyik ez? Mi ez? A Seranus varázskönyve. Gonosz nem jár egy... Nem jár egyedül. Oké, megbeszéltük. Falu. Úgy. Szerencsére Samet ide rakták pont a falu legelejére. Oké, két küldetéspont és 300 pénz. És akkor... Mi a következő? A mérgezett víz. Oké, ezt majd... Lehet, hogy az lesz, hogy áttérek arra, hogy a küldetés előtt felolvasom a könyvet, szóval most akkor lesz. Megnézzük az adományládát. Közben kaptam itt három cédulát, vagyis hát átnevezett cédulát, amit ugye mondtam, hogy a ló neveket kérem. És Lakix-től kaptam a Lacein elnevezést, nem tudom honnan jött neki, nem is akarom tudni. Méditől, az egyik moderátortól kettőt is kaptam, az egyik Sámuel, a másik hashtag Böskös. Oké, ez nekem sok. Én ezt már nem bírom. Kaptam még egyéb kis cuccokat, ezeket majd fel fogom használni, mert például a csontliszt az jól jön, csont, fákjából mindig kifogyok, az a baj. Sima könyv, az is jó, fenyőcsemete, kő. Van itt minden, minden jól jön, erőital is, végképp. És akkor ennyi lenne ez a kis videó, remélem tetszett, ha tetszett, iratkozzatok fel, lájkoljatok, kommenteljétek. Most fel kéne vennem pár darab löcsót, mert azt is azt mondtátok, hogy jó, az utolsó videómra többen is azt mondták, hogy jó lett, kivételesen. Nem tudom, mit csináltam benne. Franc se tudja. Mindegy, megpróbálom ugyanazt a színvonalat hozni, mint akkor. Köszönöm a figyelmet, Lac voltam, minden jót, sziasztok!